Sikeres volt az elmúlt nyolc év a kormányzat és az agrárszektor között. Többek között azt is sikerült elérni, hogy jelenleg az Európai Unió leggyorsabban fejlődő agrárpiaca a magyar. Az ágazat fejlesztését több pályázati forrás is segíti, ez pedig Szabolcs megyében kiemelten fontos. Azon túl, hogy Agrár megye, szabolcs Pereg megye, ez a választókerület, ez különösen, ebben a választókerületben különösen meghatározó az agrárszektor ezért is tartottam fontosnak, hogy országjáráson a miniszter úr után államtitkár úr is beszéljen azokról a lehetőségekről, amelyeket lehívhatnak a gazdák. Folyamatban vannak a pályázatok, nagyon sok nyertes van. Ha jól emlékszem, 26 milliárd forint érkezett agrártámogatás a választók előttben, amely egy nagyon nagy szám. A jelenlegi uniós ciklusban is jó ütemben haladnak a pályázati elbírálások. Erről Bitai Márton, állami földekért felelős államtitkár beszélt Fehérgyarmaton. Az az örömteli hírre, hírünk van, vagy azzal szolgáltunk, hogy még ebben az évben. Több mint 1800 milliárd forint kerül kifizetésre ilyen tételekben. Nagyban nőtt a hazai forrásoknak is a lehetősége. Itt 50-ről több mint 100 milliárd forintra nőtt azon pályázati lehetőségek, vagy annak a kasszának a mérete, amiben hazai források vannak. Ezt a gazdák ismerik, és is, tudják is ennek a döntő többsége különféle terület alapú támogatásokkal kapcsolatos, de nagyon sok egyéb fejlesztési pályázati lehetőség is volt ebben az időszakban, és nagyon örülök neki, hogy sikerült a vidékfejlesztési programokban a pályázati időszakokat, a kiírásokat lezárni. Most már nagyon sok pályázat folyamatban van, sőt a legtöbb pályázat folyamatban van. Az államtitkár kiemelte, a sikeresség titka az volt, hogy nem a gazdákkal szemben, hanem a gazdákkal együtt dolgozott a kormány a fejlesztésekért. Olyan törvényeket hoztak, amelyeket a gazdák által kért jogszabálymódosítások eredményeztek. Ilyen volt például a földforgalmi törvény, vagy az uniós fejlesztési támogatások irányának kiválasztása, és a földet a gazdáknak program is, hangzott el a fehér gyarmati agrárfórumon.